A brutális infláció vesztesei a magyarok, mondta a parlamentben kedden a Jobbik képviselője. Nem nehéz megfejtenünk, hogy Magyarországon ezt az elképesztő kiugró adatot részben az ársapkák teljesen elhibázott rendszere idézi elő. A pénzügyminiszter helyette szerint az ellenzék által szorgalmazott áfa csökkentés nem jó megoldás. Azzal, hogy az áfát csökkentjük, spanyol példa is mutatja azt, hogy nem egyenes arányban csökken az adott árunak az ára, és ezzel nem jelenti azt, hogy kevesebbet fizet a fogyasztó. A DK politikusa szerint átverik a magyar nyugdíjasokat. Túl gyorsan nőnek az árak ahhoz, hogy a fél évenkénti juttatás elegendő legyen a nyugdíjasok tisztességes életszínvonalának megőrzéséhez. Nem hitelezhetik tovább a magyar nyugdíjasok az Orbán kormányt. A fideszes Barca Attila szerint a fő probléma az Oroszország elleni szankciósorozat. Magyarország 4000 milliárd forinttal többet költött energiára 2022-ben, mint 2021-ben. Ezt a pénzt Brüsszel vette ki a magyarok zsebéből ezekkel a szankciókkal. Elkezdtük megfejteni, hogy Tálai András egészen pontosan mire gondolt. Arra, amit mondott. De nem tudtuk. De nem sikerült. Nem tudtuk, mert valószínűleg, amikor matematika óra volt, akkor ön vagy beteget jelentett, vagy édesanyja igazolta, hogy távol van. Ilyen, hogy mondjam, butaságot mondani, hogyha csökkentem az áfát, akkor nem csökken az ár. Nem egyenes arányban. Nem egyenes, jó, akkor fordított arányban. Milyen arányban? Nem is tudom, hogy miről beszél. És valójában valószínűleg arról beszélhetett. Miről? Megvagy? Igen. Hogy egy részét lenyelik a kereskedők. De bocsánat, és nem egy az egyben kap, lehet, jár jól a fogyasztó. Lehet, hogy lenyelik a kereskedők egy részét, nem tudom. De én, mint vásárló bemegyek, olcsóbb lesz, pont. Ilyen egyszerű, nem kell ebben, nem tudom én matematika professzornak lenni. Szerintem arra gondolt. Mire gondolt? Hogy ilyenkor emelik az árat, mert hozzászoktak már a fogyasztók a drágább árhoz, levesszük az áfát, akkor viszont fölemeli a kereskedő az árát. Tehát, most már nem, már nem tudja tovább. Láttunk már ilyet. Akkora volt a fogyasztás csökkenés. Megmondom, mire gondolt. Én is. Szerintem arra gondolt, hogy az emberek a kormányt hibáztatják a magas inflációért, és ezt a hibáztatási figyelmet át szeretné terelni a kereskedőkre. Tehát szerintem ő nem... Így, aha, igen. Hát az oké, hogy és sikerült, ugye, hogy feltegyem a kérdést. Szerintem sem sikerült, de hogy a kormányzat ezt játssza régóta, hogy, és ezt a mérésnyéképét mutatják, hogy nagyon nem szereti a kormányzat, vagy az emberek a kormányt hibáztatják a magas árakért, és nem a globális piaci folyamatokat, meg a nem tudom micsodát, meg Soros Györgyöt, és ez zavarja a kormányzatot, egyébként nyilván joggal, mert ez politikai károkat okozhat neki, és akkor igyekszik mindenféle... okozhat. És hát igyekszik mindenféle irányba. Okozhat, nem okoz. Hát van, amikor okozza, amikor nem okoz. Mikor okozott? Utoljára ez? Hát a választás után elpártoltak tőle, aztán utána megint akkor okozott, de azok nem mentek vissza. Tehát aki hát, akkor ez a 700 ezer ember, aki elment a választások után a Fidesztől, ugye a rezsiemelés, adóemelés... Amíg bizonytalanok, addig aztán nem fogják nagyon siratni őket. Szerintem siratják, mert azért mégiscsak a bizonytalan az legalábbis nyitott egy másik irányba is, de kétségtelen, hogy az ellenzék se tudott ezekben az időszakban új szavazót felszedni magára, és kapitalizálnia például mondjuk a 25%-os inflációból, ami most már negyed éve velünk van. Hát persze, hogy nem tud, hát nincs, nem tud eljutni az emberekhez. Hát én, jó, de az árak eljutnak az emberekhez. Az árak eljutnak, csak nincs, nem tud kanalizálódni az elégedetlenség. Hát ezt világosan lehet látni, hát most jöttek ki azok az adatok, hogy milyen óriási mértékben csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Tehát most már lehet látni, hogy nem tudnak vásárolni az emberek. Sőt, a megtakarítások annyit is csökkennek. A megtakarítás is csökken. És a ingatlan piac is. Minden megy össze. Van a propaganda. Ezzel amit szemben viszont, van a propaganda, azt viszont ezért mondom, hogy szerintem méltatlanul kevés szó esik arról, hogy ilyen propaganda háttérrel senki nem fog tudni versenyezni. A világ legjobb ötletei lehetnek. Szerintem ezzel nem az a baj, hogy kevés szó esik róla, hanem hogy rossz helyen esik róla szó. Ott esik róla szó, ahol a buborékon kívül.
Azon ott nem esik róla szó. Hát az, hogy melyik buborékról beszélünk. Tehát a fideszes buborékon kívül esik róla szó, és a fideszes buborékon belül meg nem esik róla szó, sőt, ott ez tűnik a természetesnek, teszem hozzá, ezt a kutatásaink igazolják. Visszatérve arra, hogy az inflációról mit gondolnak a választók, a Fidesz azoknak a negyede hibáztatja egyébként a kormányzatot, a három negyeden meg nem. Annak egy része bizonytalan, nyilván ők valószínűleg hibáztatják a kormányzatot, nem mondják be. Szankciós inflációról beszélnek. Igen, igen, és a többiek azok elfogadják ezeket a világmagyarázatokat, amiket a kormányzat ad nekik. Igen. Én két dolgot emelnék ki ebből a bejátszásból, az egyik az ársapka, a másik meg a szankció, de a kettő elhangzott. Tehát, hogy a szankciók miatt van az áremelkedés, ezt az ellenzék meg tudná fordítani, ezt a kommunikációt, hogyha lenne hozzá kommunikációs felülete, mert hogy nem a brüsszeli szankciók miatt van, hanem az oroszok által indított háború miatt van, és ezt azért helyre lehetne rakni, vagy nevetségessé lehetne tenni akár. A másik meg az ársapka, ami egy nagyon komoly közgazdasági dolog, de valószínűleg közel van a hogy mondják azt, amikor jegyért lehet vásárolni. Igen, a jegyrendszer. Jegyrendszer. Tehát az ársapka az valahol a normális piacgazdaság és a jegyrendszer között van. Van, amikor olyan áruhiány van, hogy lehet ezt indokolni, de azért látjuk, hogy a benzin ársapka az mit okozott. Tehát az egy tanulmány önmagában, hogy hiányt okoz az ársapka, miután hiányt okoz, utána általában robbanás szokott bekövetkezni, amikor visszaengedik. Ugye ez történt az Észak-Kaukázusban, vagy Erevánban, hogy ott tüntetések lettek. Ráadásul Ereván az egy olyan terület, ahol vagy vannak olyan területek, ahol ilyen orosz tagköztársaságban ilyen nagy tüntetések voltak, és visszacsinálták az egészet, ahol olajat termelnek, tehát bányásznak, tehát ott is tönkre lehet tenni az ársapkával az adott gazdaságot. Itt Magyarországon pedig az emberek már végén könyörögtek, hogy engedjék fel az ársapkát, hogy hozzájutassanak a benzinhez, tehát ez mindennek a csimborazója volt, de ebből azért lehet tanulni, hogy ez nem egy jó módszer. Hát ezt előre is tudta mindenki, és el is mondták, és én még olyan őrült országot nem láttam, ahol azt követik el, hogy bevezetik, korlátozzák az olajárát, és utána fél Európa hozzánk jár tankolni. És ezt a veszteséget lenyeletik a kereskedőkkel. Hát ennél nagyobb tébolyt én még életemben nem láttam. Most van másik, ez a kötelező akciózás. Az is ugyanaz lesz. Annak is most nagyon örülnek a kereskedők. Próbálkozik a kormány. Próbálkozik, igen. De miért mi rajtunk? Mi élünk itt. Csak ez a kérdés, hogy... Az emberek hálásak érte. Hát már, aki hálás érte, persze. Az ársapkáért is hálásak. Egy bizonyos réteg biztos, csak amikor azt olvasom el a másik oldalon, rezsivédelmi címszó alatt, hogy hány száz milliárdot kellett az MVM-nek éppen most a közös pénzenkből odaadni, ez nem zavarja az emberek, ez az ő pénzük. Azt kevesebben olvassák, igen. Na rendben, tehát ez muszáj ugyanolyan hír. Muszáj reklámoznunk egyet, hogy majd átérjünk oda, hogy mit jelent a szitja honvédelem, mert hogy többek között ezzel fogjuk folytatni. Jaj.